A 45. Zsoltár a szerelmes Istenről szóló Zsoltár. Talán elsőre megütközünk ezen a kifejezésen, és valami emberi hóbortnak tartjuk, hogy ilyen túlzó megfogalmazást használunk erre a Zsoltára, pedig ha jobban megvizsgáljuk, az egész Biblia erről szól. Egy ragaszkodó, érzelmileg elkötelezett, a bűnös félelmeiben gyötrődő embert minden áron a nyomorúságából kiszeretgetni akaró szerelmes Istenről. Elég csak a jelenések könyvének a vőlegényére gondolni, aki annyira várja, hogy visszatérhessen, hogy ruhát készít az ő egyházának, a mennyasszonynak. Vagy az énekek éneke jelképes üzenetére gondolni, ahol az igazi szeretet az Úrnak lángjai erősebbek a tűznek lángjainál. Nem is beszélve, mondjuk az Efézusi Levél 5. fejezetéről, ahol a házasság szimbólumát csak azért használja az apostol, hogy ahogy részletezi is, ő most nem is férfi és nő kapcsolatáról szól, hanem az Istennek az ember iránt való szerelméről. És akkor még az Ószövetségi Hósásról nem is beszéltünk, aki valami egészen különleges szerelemmel, ragaszkodással kötődik egy nőhöz, aki már csak a foglalkozása, ősi mestersége miatt is egyáltalán nem értemelné meg a proféta szerelmét. Ő azonban szereti, szereti és szereti. Na de mit is mond a 45, a 45. zsoltár az Isten szerelméről? Olvassuk a zsoltárt. Szívemből szép beszéd árad. Így szólok. Művem a királynak szól. Nyelvem olyan, mint a gyorsírnok tolla. Te vagy a legszebb az ember fiai között. Kedvesség árad ajkadról, ezért meg is áld Isten örökre. Közd derekadra kardodat te vitéz, dicsőségedet és ékességedet. Ékességedben légy diadalmas az igazságért, szelítségért és jogosságért, és jobb kezed félelmetes dolgokra tanítson. Nyilait hegyesek, a király ellenségeinek szívébe hatolnak, népek hullanak lábad alá. Trónod, ó Isten örökké való, királyi pálcád az igazság pálcája. Szereted az igazságot, gyűlölöd a gonoszságot, azért kent föl Isten, a te Istened társait fölé az öröm olajával. Hall csak, leány, nézd csak, fordíts ide füledet, feleddel népedet és apát házát, szépségedet a király kívánja, hiszen uradő ő, hódolj hát neki. Tírus leánya és a nép gazdagjai ajándékkal hízelegnek neked. Csupa ékesség a király leánya odabent, Aranyjal van bevonva ruhája. Hímes öltözetben viszik a királyhoz. Társai, a szözek vonulnak utána, eléd vezetik őket. Örömmel és vigassággal vezetik be őket. Így mennek be a király palotájába. Atyáid helyébe fiaid lépnek, akiket fejedelmeké teszel az egész földön. Hadd hirdessem nevedet nemzedékről nemzedékre örökkön örökké dicsérni fognak a népek. A Zsoltár két jól elkülöníthető részből áll. A vőlegény bemutatása és a menyasszony bemutatása. A Zsoltár író azt mondja, hogy nem tudja magában tartani a szavakat, amikor ránéz a vőlegényre, szép beszéd árad a szívéből, és olyan a nyelve, mint a gyors írnok tolla, te vagy a legszebb az emberek fiai között. Különleges ez a leírás, hiszen az új szövetségben, amikor ez a Zsoltár teljesedik majd, a Krisztusban való teljesedésben talán az egyik legszebb ige, amit olvashatunk, Máté Evangelium harmadik fejezetében, Jézus Krisztus keresztségekor, Jordánbeli bemerítkezésekor, a mennyei szózat, amit az atyától, magától az atya Istentől hallunk, hogy ez az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm. A Zsoltáros itt ezt mondja, te vagy a legszebb az emberek fiai között. Kedvesség árad ajkadról, ezért meg is áld az Isten örökre. Ez a csodálatos királyfi, aki majd a mennyasszony kezét kéri, annak az Isteni szeretetnek és annak a szerelmes Istennek a bemutatása jelképe, aki harcol az ő mennyasszonya szerelméért. Derekára kardot köt, és vitézi dicsőséggel és szépséggel vonul. Azonban nagyon érdekes, hiszen a királynak, ennek a nagyszerű fiatalembernek a diadala az igazságért, a szelítségért és a jogosságért folytatott csatában áll. Nyilai hegyesek, népek hullnak lábad elé. És a 7.-8. versben a Zsoltáros már nem is titkolja, hogy itt magáról, az Istenről, az új szövetségi Isten fia Jézus Krisztusról, ha azonosítjuk, van szó, trónodó Isten örökké való királyi pálcád az igazság pálcája. Szereted az igazságot, gyűlölöd a gonosságot, ezért kent föl Isten. Jézus Krisztus földi küldetése annak az Isteni ragaszkodó, hűséges szeretetnek, vagy használjuk az először címben adott kifejezést, Isten szerelmének a kifejezése és kimutatása volt, amiről az ember olyan hajlamos elfeledkezni. Az Ószövetségi Szentírás könyvei kinyilatkoztatása után Jézus korára az emberiség egyfajta vallásosságot alakított ki, és ezen érthetjük a kinyilatkoztatás vallását, a zsidó vallást, a tíz parancsolat, a törvény, a proféták és az írások vallását, amiből azonban pont a lényeg hiányzott. Isten szeretete. Annak a szerelemnek, annak a bensőséges intim ragaszkodásnak a megélése és kifejezése, amire az Isten tanítani akarta az embert. Mert az ember életében hit és bizalom Isten iránt csak egy esetben születhet meg. Nem az Isten bölcsessége az, ami lenyűgözi az emberi értelmet, és arra készteti az embert, hogy az indítékai akarata és legbelső motivációi szintjéig meg tudjon hajolni Isten előtt. Az Isteni bölcsesség lehet lenyűgöző, de az akarat alárendeléséhez kevés. Még csak nem is az Isten hatalma az, ami egy embert meg tud törni, mert valóban megtörni meg tud, de a szívében megpuhítani, a kőszív helyett hús szívet adni az embernek, hogy azt nyerjen az ember, nem tud azért, mert az Isten nagyobb, hatalmasabb, erősebb, mint én. Ez legfeljebb meghunyászkodást, vagy emberi megalázkodást eredményezhet. A vőlegény szépsége az ő diadala az igazságért, a szelítségért és a jogosságért. Azért, mert az örökké való Isten pálcája, amivel irányít az igazság pálcája. Mert szereti az igazságot és megveti a gonosságot. Mert ezt a jót, ezt az igazat, ezt a szeretetet akarja helyreállítani az ő mennyasszonyában, az emberben is az Isten. Amikor a Zsoltár a 11. verstől éppen ezért rátér a mennyasszony leírására, hal csak lány, nézd csak, fordítsd ide füledet, akkor valami olyasmire hívja, amitől az emberi szív valóban a hitben tud felolvadni, és az Isten iránt elköteleződni. Hódolj neki, nézzed, imádd őt, Vedd észre az Isten szépségét, lásd meg, és amikor megismered őt és szemléled őt, fordítsd ide füledet, hallgatod őt, akkor rá fogsz jönni, hogy az Isten szereteténél nincsen biztonságosabb védelem a számodra. Az ember számára, a mennyasszony, a feleség számára a legvédettebb odatartozást a vőlegény szeretete, jósága jelenti. Erre hívja a leányt, erre hívja a mennyasszonyt a Zsoltár szerző is. Így menj az Isten elé, tudva, hogy ő szeret téged. Már érdekes a 15. vers, hogy hímes öltözetben viszik a királyhoz a mennyasszonyt, a társai, szüzek vonulnak utána, úgy vezetik a király elé. A Máté Evangélium a 25. fejezetében Jézus által elmondott tíz szűz példázata jut az eszünkbe ahogyan az ember várhatja az Istennel való találkozást, ahogy örülhet annak, hogy van Isten, aki szereti, megváltja, ragaszkodik az emberhez, és visszajön az emberért. Olyan nagyszerű ez a leírás, ahogyan vonul a menyasszony, vonul és halad előre a palotában, a királyi termekben, halad afelé az esemény felé, hogy színről színre találkozik az őt szerető vőlegénnyel. Szinte halljuk a kopogó lépteket, látjuk utána a kísérő leányokat, a barátnőket, akik valami bensőséges örömmel és feszítő ünnepélyességgel haladnak afelé, hogy találkozzanak a szeretet Istenével. Azzal a királlyal, aki legszebb az emberek fiai között. Azzal a Jézus Krisztussal, aki, hogy szeretetét bizonyítsa, önmagát adta az emberért, a bűnösért a kereszten. Nem véletlen a Zsoltár záró verse sem, hiszen az Istennel való találkozás és az Istennel való szövetség védelme az embernek éneket, örömöt, továbbadni akarást vált ki a szívében. Hadd hirdessem nevedet nemzedékről nemzedékre, mondja a Zsoltár író az utolsó versben. Örökkön örökké dicsérni fognak a népek. Hiszen amikor itt a Földön rádök bennünk ahhoz, hogy valakihez tartozunk, hogy az eredetünk az valóban édeni eredetű, hogy teremtettségünk arról szól, hogy Isten a maga képére és hasonlatosságára alkotott, és most is azon dolgozik, hogy a maga képére és hasonlatosságára helyreállítson bennünket. Persze néha úgy megnehezül a szívünk, és úgy megijedünk, hogy olyan hosszú még az út addig Istenünk. Néha olyan lehetetlennek tűnik az én életemben ez megvalósuljon olyan lehetetlennek tűnik, hogy ebben a világban teljesednek majd az Isten ígéretei, Jézus Krisztus visszatér az ég felhőiben és a nagy mennyegzőről szóló jövendőlés és az újra találkozásnak az a csodálatos leírás, amit Jézus számtalan példázatban adott a tanítványainak, és valóban meg fog valósulni a királyi mennyegző. A szerelmes Isten a 45. Zsoltárban azt ígéri, hogy változatlan szeretettel szereti az embert azt idézi a Zsoltáros, hogy trónodó Isten örökké való. Ez a szeretet nem változik. Az Isten igaz szeretete állandó és megváltoztathatatlan az ember iránt. Ez, a szeretet az, ami az is, ez az Isteni szeretet az, ami az emberért szüntelen fáradozik, ez az Isteni szeretet az, ami ezen a Zsoltáron keresztül is megszólít bennünket. Hogy higgyük el, hogy értékesek vagyunk, hogy higgyük el, hogy Isten kincsként tekint ránk, hogy higgyük el próbáink, nehézségeink és rossz döntéseink ellenére is, hogy van gyógyulás, van bocsánat és van helyreállítás. És minél többet időzünk a vőlegénnyel, minél jobban megismerjük őt, minél többet hallgatjuk az ő beszédét, és minél tisztában látjuk az ő jellemét, minden árnyalatában a jóságának, szeretetének, hűségének, igazságának annál inkább eltereljük magunkról a figyelmet, és miközben őt nézzük, ő öltöztet bennünket. Miközben szemléljük az ő jellemét, a közben változik a mi jellemünk. Az Isten adja ezt a biztonságot, ezt az elrejtettséget, Az oda tartozásnak, amit annyian keresünk az életben, hogy bár csak valakihez tartoznék, aki tényleg szeret, aki tényleg vállal, aki tényleg akar mellettem kitartani. Hogy az oda tartozásnak ezt a biztonságát Ebben a tökéletes szeretetben, amit egy ember soha nem nyújthat, ebben a tökéletes vőlegényi királyi szeretetben, amit Jézus Krisztus mutatott nekünk az ő földi élete és kereszthalála során, megtaláljuk és tudjunk ebben bízni, és hirdetni az ő nevét, továbbadni az embereknek, hogy van remény, hogy a csúnyát széppé teszi, a félénket bátor rá, a gyengét erőssé, az önzőt jószívűvé. Hogy véghez viszi a csodát az ember életében, és örökkön örökké dicsérni fognak a népek, Istenem, mert te nagy dolgot cselekedtél velünk. Tapasztaljuk meg ezt napról napra.